Sziasztok, Alex vagyok, a Giga Világ Szerencsés csatornáról. A mai videóra hoztam nektek egy szuperbankót, egy kaszinót, egy Atlantiszt, illetve egy milliómos klub sorsnyert, és most ezeket fogjuk megnézni, hogy milyen nyereményeket tartogat számunkra. Tartsatok velünk! Akkor most kezdjük is el az Atlantis, a kaszinó, a szuperbankó, illetve a milliómos klub sors egy lekaparását. Az Atlantis az egy 0-27-es sorszámú, a 3-as pakból való, és 2000 forintba kerül. Nézzük, hogy először a színek alatt lesz-e 3-1-forma szám, vagy villám, illetve hogy a sorokban kijön-e 3-1-forma. A piros mezőben van egy 43-as, 45-ös, 47-es, és 16-os, itt nem lett 3-1-forma. Nézzük a zöld mezőt, van egy 16-os, 16-os, na jön a 16-os, nézzük a zöld mezőben. Ez egy 18-as, és 25-ös sajnos nem lett 3-1-forma. Nézzük a sárga mezőt. Van egy 15-ös, 40-es, 41-es, és 45-ös, itt sem lett 3-1-formán sajnos. Akkor keressünk 3-1-forma számot a sorokban, illetve villámot. Az első sorban van egy 43-as, 45-ös, 45-ös, na jön a 45-ös. Ez egy 32-es, és 22-es, nem lett 3-1-forma. Nézzük a második sort. Van egy 42-es, 47-es, 16-os, 23-as, és 35-ös, itt sem lett 3-1-forma. Nézzük a harmadik sort. Van egy 43-as, 30-as, 44-es, 11-es, és 30-as, nem lett 3-1-formánk. Nézzük a negyedik sort, 16-ossal kezdünk. 14-es, 39-es, 14-es, na jön a 14-es. 4-es a vége. De sajnos 34 nem lett 3-1-formánk. Nézzük az ötödik sort, 16-ossal kezdünk. 41-es, 31-es, 48-as és 15-ös, itt sem lett 3-1-forma. Nézzük a hatodik sort, van egy 40-es, 41-es, 33-as, 36-os és 18-as nem lett 3-1-formánk. Nézzük az utolsó sort, hogy kijön a 3-1-forma vagy villám. Kezdünk egy 12-essel, 45-ös, 17-es és csak a villám, jó, nézzük. De sajnos 39-es, tud, az nem jó. A betűink egy N betű és egy M betű különböznek sajnos. Akkor most nézzük a az 5-ös pakból a 0-20-as kaszinót, ez egy 2000 forintos sorsjegy, és 10 különböző játék található rajta. Az első játékon nézzük, hogy az osztókártyájánál lesz a nagyobb kártyánk. Az osztónak van egy 9-ese, a mi kártyánk pedig egy 8-as, az nem lett nagyobb sajnos. Nézzük a második sort. Az osztónak van egy ásza, az a lehető legnagyobb lap. A mi kártyánk pedig egy 7-es, itt sem volt nagyobb. Nézzük a harmadik sort, az osztónak van egy 6-osa, a mi kártyánk pedig egy 5-ös, itt sem volt nagyobb sajnos. Nézzük a második játékot, hogy lesz-e két egyforma szimbólumunk, fix 5000 forintért. Van egy sheriff csillag, és egy pénzkötek, sajnos nem lett két egyforma szimbólum. Akkor most nézzük a harmadik játékot, rulettezni fogunk, megtesszük a 8-ast, a 17-est, és a 16-ost, ezzel kell egyezőt találni. Nézzük, hogy mit pörget ki nekünk a rulett. Van egy 23-as, olyanunk nincs. 25-ös, olyanunk sincs. 13-as, olyanunk sincs, és az utolsó, pedig egy 27-es, nekünk 17-es van, sajnos nem lett számegyezésünk. Nézzük a negyedik játékot, hogy lesz-e 3-1-forma figurás lapunk. 4-essel kezdünk, az nem figurás. Van egy dáma,
Na, jön a dáma, 6000-ért, három darab. Nézzük. Ász és ász. Mindenből kettő nem lett három, sajnos. Akkor most nézzük a bűvös ötödik játékot. Hát, ha sikerül már ezen nyerni. Egyformákat kell dobálni az oszlopokban. Nézzük. Az aranyoszlopban van egy négyes, kettes, ötös, egyes, és hármas, itt nem sikerült egyformát dobni. Nézzük a piros oszlopot. Hatos, kettes, hármas, egyes, és ötös. Itt sem volt egyforma, sajnos. Akkor nézzük a fehér oszlopot. Négyes, hármas, egyes, kettes és hatos. Itt sem volt egyforma, sajnos. Akkor most nézzük a hatodik játékot, a félkarú rablót. Hát, ha ezen sikerül három egyformát kötésben kipörgetni. Szőlővel kezdünk. Megvan a második szőlő. Na, jön a harmadik. A szőlő az 10.000 forintot ér, nézzük. De sajnos bárt adott. Az nem jó. Nem lett három egyforma. Nézzük a következő sort, bár, harang és hetes. Itt sem volt három egyforma, már csak az alsó sor jöhet ki, nézzük. Harang, hetes és patkó. Itt sem volt három egyformánk. Nézzük a hetedik játékot, hogy a dobásokban lesz-e két szem összegéből 7 vagy 11. Két esélyünk van. Az első dobásban van egy egyes, akkor egy hatos. De hármast adott, az négy. Nem lett 7 vagy 11. Nézzük a második dobást. Itt van egy négyes, akkor egy hármas. De sajnos kettest adott, az csak 6, nem lett 7. Nézzük a nyolcadik játékot, hogy kijön a nyelvszóbetű hiánytalanul. Az N az jó, az E is jó, és a C az nem jó, és a V sem jó, sajnos nem jött ki a nyert szóbetű hiánytalanul. Akkor keressünk ást a 9. játékon, három sorunk van, nézzük, hogy melyikben fog előbukkanni az ász. Királlyal kezdünk az első sorban, 8-as, 6-os és 4-es, itt nem lett az. Nézzük a második sort, király, 9-es, 5-ös és 2-es, itt sem volt az, sajnos. Nézzük a harmadik sort, dáma, király, akkor most jön az ász, 2-es és 10-es, nem lett ászunk, sajnos. Nézzük a 10. játékot, hogy lesz-e három azonos összegünk. Már csak ebben bízhatunk, ezen a sorsjegyen. Van egy 5000-es, 7000-es, 3000-es, ideig három különböző, 4000-es, 4 különböző, így nagyon nehéz. 5000-esből van 2, nézzük, hogy jön a harmadik. És 4000-et adott. Sajnos mindenből 2, nem lett 3. Tehát a betűink egy E és egy P betű különböznek, sajnos. Akkor most nézzük a mai videónk harmadik sorsjegyét, a 012-es szuperbankót, a 7-es pakból. Nézzük, hogy mit tartogat számunkra. Ez egy 500 forintos sorsjegy és 5 különböző játék található rajta. Nézzük, hogy az első játékon lesz a nyerőszámmal egyező szám. A nyerőszámaink a 6-os és a 3-as. Mi számaink egy 20-as, 10-es, 11-es, 1-es, nekünk 3-as van, 8-as és 19-es, sajnos nem lett nyerőszámmal egyező szám. Akkor nézzük, hogy lesz-e két egyforma szimbólumunk egy sorban, patkó és
érmék, itt nem lett két egyforma. Nézzük a következőt, kulcs és gyémánt, itt sem lett két egyforma. És az utolsó, lóhere és pénzköteg, itt sem lett sajnos két egyformán. Nézzük a következő játékot, ahol is három egyforma szimbólumot kell találni, nem kell, hogy kötésbe legyen. Van egy gyöngy, abból már kettő van, drágakő, gyűrű, kincs, korona, széf, kupa és korona. Mindenből kettő, nem lett három sajnos. Nézzük a három azonos összeget. Van egy 500-as, 500-as, 50 000-es, nézzük tovább, 10 000-es, és ott az 500-as, nyeri a sorsjegy, szuper! És még van egy 1000-esünk, nézzük, hogy lesz-e pénzérmény, fix 1000 forintért, van egy tárca, autó, bank, kassa, és hiába adta be a rablót, de nyeri a sorsjegy, és az 500-ashoz az E betű tartozik. Itt is van mind a kettő E betű. Akkor most nézzük végezetül a legújabb milliómos klub sorsjegyet, hogy milyen nyereményt tartogat számunkra. Akkor most kezdjük is el a 009-es milliómos klub sorsjegy lekaparását a 6-os pakból. Kezdjük a legérdekesebb játékkal, a szókeresős játékkal. Ez a legérdekesebb játék szerintem ezen a sorsjegyen. Kezdünk egy S betűvel. Itt van a sikerben egy S betű, a luxusban is itt az S betű. E betű. Itt van a sikerben egy E betű. Abból nincs több. N betű. Itt van a bankban egy N betű, a rangban is van egy N betű, illetve a vagyonban is itt az N betű. A betű, itt van a bankban egy A betű, a rangban is van egy A betű, a partiban is, a villában is, a gazdagban van két A betű, illetve a vagyonban is itt az A betű, és a jutalomban is. Szuper! L betű, itt van a luxusban egy L betű, a villában van két L betű, illetve a jutalomban is itt az L betű. Szuper. Dupla vénk olyanunk nincs. Y. Itt van a vagyonban egy Y. M betű. Itt van a jutalomban egy M betű. K betű. Itt van a bankban egy K betű. A sikerben is itt a K betű. És abból sem látok többet. I betű. Itt van a sikerben egy I betű, a partiban is itt az I betű, illetve a villában is. Szuper. Még van egy csomó betű, R betű. Itt van a rangban egy R betű, a partiban is itt az R betű. És siker! Nyerő a sorsjegy, szuper! Már egy nyereményünk van a sorsjegyen. Nézzük, hogy mennyi. Ez egy 2500 forintos sorsjegy. És már van 3000 forint a sorsjegyen, de még van hátra játék, nézzük, hogy lesz-e még hozzá. O betű, itt van a topban egy O betű, a vagyonban is, és a jutalomban is itt az O betű. Szuper. D betű, itt van a gazdagban egy D betű, akár több szóval is lehet nyerni. J betű. Itt van a jutalomban egy J betű. Q betű, olyanunk nincs. T betű. Itt van a topban egy T betű. A partiban is itt a T betű. Abból sincs több. Meg a jutalomban is itt a T betű. Oda is már csak egy betű kell. Nézzük tovább. Z betű. Itt van a gazdagban egy Z betű. Abból sem látok többet, és az utolsó pedig X. Itt van a luxusban egy X.
De ezzel a sorsegyedileig 3000 forintot nyertünk. Nézzük, hogy lesz-e még hozzá. Keresünk a bónuszjátékon két szám összegéből 13-ot. Van egy 10-es, akkor egy 3-os. De 5-öst ad, az 15, sajnos az sok. Akkor most keresünk pénzköteget a harmadik játékon. 3 esélyünk van. Van egy okosóra, érme, és telefon, sajnos nem lett pénzkötegünk. Akkor most nézzük a második játékot, hogy lesz-e 3 azonos összegünk. Van egy 25 ezres, 10 ezres, 10 ezres, abból már 2 van, 30 ezres, 5 ezres, és 5 ezres, sajnos mindenből 2 nem lett 3. Akkor most keressünk 3 egyformát kötésben a negyedik játékon. Kezdünk egy X-el, nézzük a leghosszabb átlót. Itt is X-et adott, nézzük az utolsót. Ide viszont kört adott, az nem jó. Akkor nézzük az oszlopokat, hogy ott kijönne 3 egyforma. Ide adott egy kört, az nem jó. És egy X-et, az első sor az nem jó. Nézzük a következőt. Ide is kört adott, X-el folytatjuk. És még egy kör, már csak az alsó sor jöhet ki, a 3 kört ad, nézzük. Az első megvan, és ide pedig adott egy X-et, hát sajnos nem jött ki 3 egyforma. Akkor most nézzük az első játékot, hogy lesz-e 3 egyforma szimbólumunk, nyereménytáblának megfelelően. A4-essel kezdünk, helikopter. E2-es, szörfös, olyanunk nincs, B3-as, ez egy űrhajó, A3-as, autó, ideig nincs, egyformák, E3-as, helikopter, abból már 2 van, A5-ös, motor, D2-es, vonat, olyanunk nincs is a nyereménytáblába, B1-es, autó, na olyan az autó, nézzük, hogy két esélyünk van, C5-ös, ez egy hőlégballon, és az utolsó, pedig egy D1-es. Ez pedig egy jakt, sajnos nem lett 3 egyformánk. Tehát a 3000-es nyereményhez a P betű tartozik, itt az egyik, és itt a másik. Tehát összegezve a mai videót, egy szuperbankot, egy kaszinót, egy milliómos klubot, illetve egy Atlantiszt kapartam le, és abból sajnos az Atlantis, illetve a kaszinó az nem volt nyerő, viszont a milliómos klub adott egy 3000 forintos nyereményt, illetve a szuperbank adott egy 500 forintos alapnyereményt, vagyis így összességében 3500 forintot sikerült nyerni ebben a videóban. Szerintem ez nem olyan rossz, tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy nem maradjatok le a legfrissebb videóinkról, kövessétek a YouTube csatornánkat, hogy elsőként értesülhessetek a legfrissebb videóinkról. Én Alex voltam, a Giga Virág Szerencsi csatornáról, találkozunk egy újabb videóban. Sok szerencsét, szép nyereményeket kívánok nektek a Vadi Új Milliómos Klub sorsjegyen. Sziasztok!